Az egészségügy összefogás célja az, hogy a magyar nőknek fölhívja a figyelmét, hogy mozgósítson arra, hogy a mellrák elleni küzdelemben részt vegyenek úgy, hogy tevékenyen, azaz, hogy eljárjanak a szűrésre, illetve önvizsgálatot végezzenek. 11 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött ez a mozgalom, akkor ezt tűztük a zászlónkra, hogy a magyar női lakosságot mozgósítjuk, hiszen Magyarország az, ahol szinte elsőként vezették be a kötelező szűréseket, és a 45 és 65 közötti korosztályból a hölgyek szűrésre behívót kapnak, és az a célunk, hogy a behívottak közül minél többen menjenek el. Basically, we pulled together, we designed the program 11 years ago. This is an open system when the NGO sector, the government, and the business sector work together. But the business sector not just gives the money, but also we share our experience, our best practices with the program. And that makes it very impactful. So from a very little amount of money, we really create a huge nationwide campaign every year. Úgy indult, hogy megpróbáltunk szponzorokat szerezni, megpróbáltunk valami anyagi alapot teremteni arra, hogy azt a legfontosabb információt, hogy az asszonyok elmenjenek a szűrésre, át tudjuk adni. És emögé rendezvényeket szerveztünk, olyan rendezvényeket, amik nagy tömegeket, sok korosztályból fognak meg, tehát a hír nem csak valahol megül, hanem tovább is fogják adni. I look into my daily work. I'm a salesperson. Closing a deal is always something that makes me happy. But what makes me really motivated and what drives me, that I have always the good feeling that a closed deal is somehow helping people to get healthy or even not get healthy.